mindenkinek ismét a reptérről. A legizgalmasabb kalandunk most fog következni, remélem készen álltok. Én nem, de mire kell, minden rendben lesz. Szóval, az a helyzet állt elő, hogy egy nagyon vad álmom válik valóra. Nekem ilyen elborult dolgaim vannak. Mégpedig az, hogy becsatlakozom egy zenekari turnéba Németországba. Várjunk, bontsuk elemeire, szóval becsatlakozom egy zenekari turnéba. Úristen, hát ki nem álmodozik ilyen élményekről? Nem tudom, de én igen, és a Firkin zenekarhoz fogok csatlakozni 3 nap erejéig, ugyanis Lilit, a zenekar hegedűsét már ismerhetitek videóimból, és hát az egész az úgy jött. Na bocsi, csak közben el kellett indulnom, brutális szélrövidhar van idekint. Egy pillanat, átmegyek itt a kapun, aztán folyt köv. Szóval felvetettem neki az ötletet, hogy működőképes lenne-e, hogyha 3 napig én is úgymond kis külső tagja lennék ennek a bandának, és követném őket, amerre járnak, gyakorlatilag velük együtt léteznék, és aztán pár nap után megkaptam a választ, hogy igen. És ez elképesztő számomra, az első állomás az Frankfurtban lesz. Szóval most éppen oda tartok, és aztán holnap is, illetve holnap után is egy-egy másik városban leszünk. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon várom, borzasztóan várom az egészet, de közben azért persze izgulok is egy kicsit, hiszen a zenekarból csak Lilit ismerem egyedül, szóval becsatlakozni egy működő gépezetbe biztos, hogy nem lesz egyszerű, de én jól tudok alkalmazkodni, úgyhogy remélem, hogy tényleg minden rendben lesz. Ráadásul a mai koncertre a barátom is eljön Kölnből, úgyhogy ez ilyen, úristen, már nagyon várom. Úgyhogy, úristen, hogy elkikövöm a tüdőmet. Szóval azt hiszem, kb. Utolsóként szállok fel a repülőre, nem ártana belehúznom. Szóval egy szó, mint száz, tényleg egy óriási álmom válik ezzel valóra, és hát gyertek velem ezen az őrült úton, aminél fogalmam sincs, hogy mi vár rám. Szó szerint, de mindjárt elvisz a szél. Yes, várja! Menjem is, reményünk, köszöntjük Önöket Frankfurtban. Kérjük Önöket, hogy maradjanak üveiket, nőve biztonsági mikkel becsatolva. Itt üléseik környékét, nőjében valamilyen személyes tárgyat a fedélzeten hagyjanak. So, what is it? A single trip bond card, or when it's a single? Már jelentem, fiúk, lányok, hogy épségben, komplikációmentesen megérkeztem a helyszíre. Itt van mellettem már a Nachtleben Pub, ahol ma a Firkin játszik. És te jó Isten, nagy hiba volt meginni ezt a kávét utazás előtt, ugyanis konkrétan nem bírtam magammal a repülőn. Hát azt éreztem, hogy szét akarnak robbanni az ereim konkrétan, és hát le voltam szíjazva ugye a biztonsági öv által végig, szóval hát én legszívesebben ugráltam volna, annyira durván felment ugye az adrenalin szintem. Szóval ez a kávé jó felpörgetett, ez jó parasztos volt, szóval ez a kávé jó felpörgetett, és alig vártam már, hogy leszálljak. A frankfurti reptér még mindig brutál, de ügyesen megoldottam mindent, úgyhogy tömegközlekedéssel jöttem végül. Vonatoztam, metróztam, úgyhogy tök jó, itt vagyok most már a Konstabelvárhe nevű megállónál. Egy kicsit sétáltam a városban az elmúlt órákban, gyönyörű ez a hely. Csodaszép tényleg, kajáltam is egy picit, és találkoztam is a banda felével már, úgyhogy ideje lesz megismerni a többieket is, de időközben már az előzenekar belecsapott a lecsóba, úgyhogy én azt mondom, menjünk be, nézzük meg, hogy mi újság oda bent. Nézzétek, mindenhol a Firkin plakát, nagyon menők a srácok, itt is, és akkor itt lépünk be most a koncert részleghez, készüljetek, hangos lesz a zene. Ó, oh, most éppen kezdődik egy dal. I'm so excited. Kop, kop. Beszabad jönni? Igen, igen, ő az én legjobb barátom. A hangvédő. Bizony. Aha.
Szóval, én most csak itt belesek egy picit. Semmi gond, figyelj, Bálint azt szokta csinálni, hogy felviszi a vizeket, meg a söröket, a szín... Adjatok nekem munkát! Segítek bármiben! De tényleg! Elég lesz az esti program. Akkor én most itt kinyomnám a kamerát. Szóval, itt vagyunk a backstage-ben, és itt már pakolnak a színpadom. Az átállás zajlik éppen. Hangolás és STB, próbálok nem útban lenni. De hogy vagy útban, viszik a vizet? Én vagyok Sente, vagy Suita. És Lili valószínűleg a sminkjét igazítja valahol. Pedig már vagy a hegedűjét hangolja, de nem, mivel az itt van. Ezért gondolom a sminkjét rendezgeti. Csak ismerős az! Itt van Lili! Akik egy eszméletlen koncertet nyomtak le! Újfent gratulálok! Köszönjük, hogy fantasztikus volt, iszonyatosan energikus, és hát igazából az az igazság, hogy most láttam először a bandát. Pedig már azért jó pár éve ismerjük egymást. Igen! Upszi! De nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és hát szóval nagyon nem akarok kudárkat zengeni, majd szépen lassan, de hogy amit műveltél a hegedűddel, az brutális volt. Köszönöm. Csináltam ilyen zoomolásokat is rá, amikor itt szeleteltél, mint az állat. Reszeltél, úgyhogy pöpec volt minden. Most itt már amúgy nagy csend van, és nyugalom, ugyanis látjátok, kiürült a koncerttér, és már a pakolás zajlik. Egyébként a fél banda beteg, igen. Szóval ne lepődjetek meg, ma ilyen szipogások, orfolyások, ilyesmik vannak, mert hogy te is egy kicsit bugrovásom vagy. Igen, de hát most már egy hete itt vagyunk, úgyhogy eddig jó, eddig kibírt. Figyelj, ilyen a show business, bírni kell, kész. Ja, hát ilyen a fiúkkal az élet. A kamerát most nem fordítom meg, de... A cuccok nagy része már készen áll arra, hogy bepakoljuk a kocsiba. Illetve már a banda is nagy részt. Itt pedig a CD-k találhatók. Belelessünk itt a dobozokba. Na jó, csak így icipicit nyitom meg. Nagyon jó! Igen, először a súlyosat. Igen, először a súlyosat. Akkor én vagyok az elsőnek. Előbb megy be a súlyos, aztán a két kerékben. Na, útnak indulunk. Nálam az egyik hegedű. Let's go! Aha! És ez a piros a turnébusz. Ide pakolunk. Holnap reggel 9-kor indulás tovább, jó? Jó. Bemegy az is a bárba. Köszi. Jó reggelt mindenkinek a turné második napján is. Uram, anyám, mitől lett nekem ilyen jazzénekes mélységű hangom? Csak nem, hogy már is elkaptam a betegséget a többiektől? Jó kérdés. Fél kettőre értünk ide a szállásra, gyors alvás következett, és nem mondom, hogy frissen, meg hogy fitten, de készen állok a folytatásra a többiekkel. És még el akartam nektek mondani, amíg van egy kis nyugis percünk így együtt, hogy hát miért is vagyok itt. Mi az én indítatásom? Miért akar valaki becsatlakozni a zenekari turnéba? Minden ott kezdődött, hogy egyetemistaként én is részese voltam zenekaroknak. Volt, amelyikben hegedültem, és volt, amelyikben énekesi posztot töltöttem be, és frontasszonykodni próbáltam. Oké, körülbelül 5 perc múlva el kell indulnom a többiekhez. És szóval számomra nem ismeretlen a bandalét, nekem nem ismeretlen az a fogalom, hogy mélyláda vagy hangerőpoti, és
Megmondom őszintén, mindig is tudni akartam, hogy hogy csinálják a profik. És mini tapasztalatom ugyan nekem is van, mert mi is mászkáltunk, nem csak Pécsen játszottunk annó pici klubokban, hanem elmentünk Kaposvárra vagy Szegedre. De hát azért az más volt, és tudom, milyen izgulni a színpadon, tudom, milyen kapcsolatot teremteni a közönséggel, vagy legalábbis megpróbálni, mert gyerekek, az van, hogy én borzasztó frontemberi szereplő voltam, vagy hogy mondjam, tehát én nem csináltam jól, én az az ember voltam, aki izgulva fogta meg a mikrofont, és aztán én valahogy csak végig szenvedtem a koncerteket, szóval én alkalmatlan voltam erre egy hosszú távon, mind a mellett, hogy szerettem énekelni, most is szeretek meg minden, de hogy így én azt hiszem, hogy én ezt nagyon rosszul csináltam annó. És tegnap látva a bandát, elképesztő volt, tehát Andor egy elképesztő frontember, és itt a közönséggel ugye angolul kommunikált, hát akkor magyarul micsoda connection lehetett volna itt, vagyis hát most is megvolt, szóval tényleg lenyűgöző volt ezt így látni, és aztán a többiek is elképesztően energikusan, pörgősen nyomták az egész koncertet, és én ennek akarok belátni a hátterébe. És hát most itt vagyok. Lünk. Akkor oda bevágom. Aggasztó ez a mély hangom. Komolyan, már kell érzem, hogy kezd fájni. Jó, beállok, oké, háttérvokálnak. Baj, a vásárlás zajlik éppen. Itt vagyunk a Rivében. És eddig van egy barackom. Kicsit fel kéne turboznom itt a dolgokat, mert éjjel halok. Közösen vásároltok? Nem mindig, van ahol a helyszínen reggelizünk, van amikor így bemegyünk egy boltba, és akkor srácok vesznek mindenfélét, én megcsinálom a szendvicset, jó asszony módra. Akartam is mondani, hogy ez így. A hímsovinizmus az működik. Az működik. Ja, úgyhogy most is ez történik igazából, a fiúk így önállósították magukat, ők beszerzik a dolgokat, mi meg már csak ilyen extrákat így magunknak. Igen. Vagyunk hasítunk már itt az autópályán, és mellettem beindult a reggeli készítő manufaktúra. Azaz, Lili így nyomja ezerrel a zacskóban készült reggeliket. Szó szerint a valóság. Élet a turnébuszban. Nem mindig ilyen. Itt van a kis előkészítő asztal. Ez a holnap lesz reggeli a helyszínen. Nem történik semmi, csak keresem a... Én is holnap a Don Quixote kampányisat fogom. Eltűnt a horpadás a fémre? Azt meg nem hoztam el. Nagyjából igen. Olyan nem is van, csak azt ott is. Nem baj, mondd azt, hogy jól elaludtál. Úgy elaludtam, hogy lett itt egy csík a fejemben, de már jó sem. Majd azt hiszem, hogy verünk. Mit csináltál? Ja, pedig aztán tényleg. Kicsit így a szemfestőket. Jó, várjál majd, így benyálazom, és így lefolyatom. Kettő is van. Na. Kettő ilyen panda kutya van. Ezek szapodok lesznek. Jó, gyorsan. Ne nézz oda, hárman lesznek. Azt hittük, hogy milyen vérebb lesz, aztán nem, kis aranyosság. Na, megérkeztünk Lipcsébe, és a hotel ablakpárkányán hagytam a hangvédőmet, úgyhogy már megint sikerült elhagyni. Elképesztő. Na, ez ilyen fogyóeszköz nálam. Nem baj. Nos, hát szerettem volna készíteni pár ilyen kis busz pillanatképet, de aztán végül arra jutottam, hogy az összeset ki kellett törölnöm, mert vállalhatatlan volt. Úgyhogy, de egyébként a beavatásom megtörtént, úgyhogy azt hiszem. Small room, where you play is coffee, milk and sugar. Wow, thank you. Backstage. Elsősorban meg milyen. Az igen. Bőzöm sincsen ez mi. Sőt, ez nagyon luxinak tűnik. Ez igen, oda nézd, még puding is van, hát, ez igen, főtt tojás. Na, hát a rockstárokat így fogadják. Ennyi. Ez pedig itt az öltöző, gondolom én. Ó, oh, yeah. Remélem egyébként, hogy ezt a videót nem fogja ledobni a YouTube itt a felhasznált zenék miatt, úgyhogy drukkoljatok. Egyébként jelenleg 4 óra van, és a banda majd csak este 10-kor játszik, szóval...
Igen, sokan nem gondolnák, de általában ez sosem a városnézésről szól, meg arról, hogy na majd 10 előtt ide esnek a zenészek, és akkor majd csinálják a showt, hanem ez egy egész napos procedúra általában. Az utazás, a pakolás, a beállás, a haverkodás, szóval ez egy ilyen komplett napot visz ilyenkor. És hát egyelőre, azon kívül, hogy egy random tényt nem meséljek el magamról, nekem jelenleg így nincs más dolgom. Ha itt vagyok Németországban, és bele akarok olvadni a környezetbe, akkor sosem úgy köszönök, hogy hello, hanem úgy, hogy hello. Ez egy kicsi trükk, de a német fül azonnal kiszúrja, hogy az illető vagy tud németül, vagy német, és hát én is rendszeresen megkapom, hogy mikor azt mondom, hogy hello, wie geht's, hogy úristen, tudsz németül? Most is itt, ahogy megérkeztünk a klubhoz, és ugye köszöntek a többiek, ugye hello, meg ilyesmi, én meg átváltottam a titkos németre, és megkérdezték, hogy na, mi a szitu, én meg, hogy jól összezavarjam őket, rávágtam, hogy nein, mondtam, hogy random lesz, de tény. Ez van. Sajnos nem tudok németül beszélni, de egy csomó mindent megértek. Na de majd egy nap. Majd Evelyn folyékonyan beszéli a Deutschot. A Hellraiser Club kistermében játszik ma a banda, ahol még csend és béke van, úgyhogy nézzük meg, hogy mi a helyzet ott éppen. Itt van az egyik keverőrész. Máté a hangmérnök. Nézelődik. Itt vannak a srácok. Balázs a banda gitárosa, itt van Andor, az énekes frontember. Rontember. Rontember. Itt egy helyisrác. Helyisrác és Kojak a külföldi turné szervezője. Az előzenekar az a Brünnhilde, ők már ide kipakolták a cuccaikat, és lassan mi következünk, mármint én is besegítek természetesen. És itt fognak ma este zúzni. Itt is van egy igen csinoska kis keverő. Nagyon menő. Máté innen fogja majd koordinálni a dolgokat. Na, itt vannak a vérebek. Hello! Szavasztok! Jaha! Hello, Panda! Épül a színpad. Robi a zenekar dobosa. Éppen bemutattalak a kedves nézőknek. Bizony. Bizony, sokan. De hát, itt ebbe a kis izécskába bent. Ezt nem értem, ezt a mondatot. Te vagy a... Analóg ember a digitális világban. Ajja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 j
Ez így. Törj a erőimet! Petit hallottátok, a zenekar basszusgitárosát, itt pedig Jancsi, a fúvós hangszerek bűvölője. Lilit pedig ismeritek, aki nagyon keres valamit. A beállás zajlik éppen, ilyenkor ez általában őskáoszként szokott hallatszódni, ugyanis mindenki bejátsza magát, megnézi a saját hangerejét, és ugye a fülmonitorba is beállítják a hangerősséget. Hoppé! Megérkezett a vacsora. Asti! Ez biztos jó, meg valami szósz, vagy leves. Vagy leves, aha. Ez hogy csirke, hogy leves.
Nem baj, jó, jó lesz ez. Egyébként nézzétek, csak visszautalva az előbb beszéltekre, hogy nem lát a Bonda általában soha semmit a városokból? Ezt meg tudod erősíteni, ugye? Meg. Vagy ez mind, amit láttok. Igen. De ez sokat. Jó, a WC-k jobbak. De a benzinkút, hát az autópálya, meg a buszos stimmel. A stimmel.